Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai tutorial videóban egy falusiakat szaporító épületet fogunk építeni, és ehhez nem lesz másra szükségünk, mint egy pár smooth stone-ra, egy kevés smooth stone slabre, pár üvegre, egy kevés vízre, kelleni fog komposzter, két darab glowstone, kerítésre és kapura, kell majd nekünk egy kapa, kelleni fog ágy, pár darab sín, egy minecartra is szükségünk lesz, egy kevés répára, és természetesen egy pár darab villagerre. Az első lépés az az, hogy először is valahova tegyünk egy kevés vizet, ezt ugye körbe kell kapálnunk, tehát megfelelően a négy irányba megcsináljuk a kapálást, ugye szépen az az egy kis vízblokk az nekünk nedvesen fogja tartani ezt a területet, és a nálunk lévő répát azt ide szépen el tudjuk majd ültetni. Ebből fognak a falusiak szaporodni, úgyhogy erre azért van szükség. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor le kell raknunk a komposztert, két darabot, és a tetejére rakunk két darab glowstone-t, így, hogy legyen egy kis világításunk, és ezt a legtetejére pedig főrakjuk a két smooth stone-t. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor már csak a répát kell elültetnünk, és ez ahogy szépen elkezd növögetni, majd a villagerek felveszik a mezőgazdász szakmát, és akkor szépen ezzel fognak itt foglalkozni, hogy leszedegessék a répákat, és akkor lesz ugye kaja, amit tudnak kajálni. Amint ezzel végeztünk, az egyik oldalra le kell raknunk az ágyakat, ahol fognak ők ugye aludni. Alapvetően ahány ágyunk lesz, annyi villager fog tartózkodni az épületünkben. Tehát jelenleg 4, 5, 6, 7, 8, mondjuk legyen akár 9 darab ágyunk. Tehát a villagerek addig fognak szaporodni, amíg 9-en nem lesznek az épületen belül. Hogyha ez megvan, akkor elkezdhetjük körbeépíteni a kis épületünknek a széleit. Itt ki fogunk hagyni 3 blokkot. Ez lesz az a dokkoló szoba, nevezzük úgy, ahol majd a villagerek ki, illetve be fognak menni majd az épületen kívülre, belülre. Itt sinekkel fogjuk ezt a dolgot megoldani, ugye, hogyha az első villagerünket hozzuk valahonnan, akkor szépen itt be tudjuk majd vezetni ezen a kapus rendszeren keresztül, ahonnan nem tudnak kilógni, így tovább, és akkor itt egészen addig építhetjük az épületet, ameddig kedvünk tartja. Arra kell figyelni, hogy a villagerek nem igazán tudnak átmenni a sineken, tehát hogyha túlságosan sokat rakunk le, akkor nem fognak tudni közlekedni. Tehát arra mindenképpen oda kell figyelni. Így szerintem ekkora méretben bőven elegendő lesz ez az épület. Lehet kisebbre is, lehet nagyobbra is, kinek milyen igényei vannak, hány villagert szeretne szaporítani egyszerre, tehát ez attól is függ. És ez a kibedokkolós módszer is ugye, hogy kivesszük, bevesszük a villagereket, ennek is van többfajta megoldása. Ez az egyik legegyszerűbb, mert a sínre csak fel kell tolni a vasúti kocsit, beleugranak a villagerek, és már lehet is őket szállítani, tehát összességében elég egyszerű dologról van szó. Ugye az üveg is csak azt a célt szolgálja, hogy lássuk, hogy hány darab villagerünk van, éppen mit huncutkodnak az épületen belül, tehát legyen rálátásunk a dolgokra, hogy mi folyik az épületen belül. Így van, még fölrakjuk az utolsó pár darab üveget a helyére, és akkor, hogyha elkészültünk, akkor jelenleg így néz ki a kis villager szaporító épületünk. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor következő lépésként egészen nyugodtan ugye a két darab farmerünket le tudjuk spavnolni. Rakhatjuk őket ide, és akkor ugye, amint látjuk, kikerülik a
sineket, és már mennek is, hát ne felém, hanem gyerünk, igen, tehát megy is már felvenni a melót, és akkor ők ugye mostantól már paraszkodhatnak, vagyis mezőgazdasággal foglalkoznak. Amíg ők szépen beletanulnak a melóba, szakmájukba, addig mi lefedjük itt a épület tetejét. Nyitva is hagyhatjuk, de jobb az, hogyha le van fedve, mert így védve vannak a időjárás viszontagságaitól a kis villagerek. Úgyhogy szépen megcsináljuk. Hogyha szlebet rakunk, ahogy én, akkor értelemszerűen nem fognak az épület tetejére semmiféle mobok spawnolni, úgyhogy nem fogják megenni a villagereinket se így, se úgy. Amint láthatjuk, a mezőgazdasági tevékenység igen komoly szinten zajlik, és meg is született az első kis falusi, úgyhogy őt például már el is tudnánk vinni. Ugye arra kell egyedül figyelni, hogy bele tudjuk tuszkolni a kocsiba, és már benn is van. Innentől kezdve ugye el tudjuk őt vinni bármerre, amerre akarjuk, a többiek azok majd tovább fognak szaporodni, hogyha úgy gondolják. Őt szépen kitoljuk itt a kiskapun, ígyni, és már vihetjük is oda, ahol szeretnénk a tudását felhasználni. Bármit, bármi lehet belőle, hogyha úgy akarja. A enchantertől kezdve kovácson át, akármicsoda is, úgyhogy. Hát ennyi lett volna ez a kis rövid tutoriál videó. Remélem, hogy elnyerte a tetszéseteket. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot. Ha szeretnétek hasonló videókat látni, akkor írjátok meg kommentbe, hogy milyen tutoriál videók érdekelnének még titeket. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és akkor legközelebb találkozunk. Addig is, sziasztok!